Na de hogyha ide is, ide átjönnek amúgy ezek a szavak. Babu utca. A gyere, zabálni. Én ettem már, én ettem már a másik a tiéd. Jó. Én egettem már egy gyíkot, tesó. Na, srácok, na, srácok, amúgy szevasztok ám. Hello. Hello. Itt vagyunk a Forest folytatásában. Na most nagyjából az a szituáció van, hogy elég régen játszottunk már a játékkal. Szóval... Elröpke 2-3 hónapja. Így van, tehát hogy simán benne van a pakliban, hogy fogunk balfaszkodni, tehát még, most még vissza, megint tanuljuk meg a dolgokat, ugye láttátok, hogy mik történtek velünk a mostanában. Úgyhogy most így picit vissza akarunk itt szokni a dologra. A mai epizódban... Oh. Őszintén nekem epizód. Tervem van, hogy mi legyen, de nem biztos, hogy meg fog valósulni, jó? Tehát, hogy... Meg fog valósulni, higgyétek el. Meg fog valósulni. Kommentjeiteket olvastuk ám, tehát hogy köszönjük szépen. Yes. Úgyhogy ez alapján. Ja igen, és ami elég relatíve sűrűn felmerülő kérdés, hogy a Sons of Forest-et nem akarjuk-e kipróbálni, ugye az új Forest rész. Én még egyelőre nem, tehát szeretnénk szerintem most ebben elkezdtünk elmélyülni. Igen. Úgyhogy most ezzel szeretnénk foglalkozni. Tudjuk, hogy ez most sokaknak lerá... Ja, Jézus, fasz a tesó! A ember, szóljál már, bazd! Meg azt a kurva, mekkora az a fa, tesó. Vigyázz, pont talán. Merre? Figyelj, amúgy semmi baj, hogy nem lesz rád esik, úgyhogy... Ez nem valós veszély, csak mi nagyon izé... Erpézzük ezt is. Persze. Szóval... És akkor most mi van? Most megcsináljuk végig akkor a kaput? Szerintem első... persze, szerintem mindenképpen jó. Az legyen az első dolog, hogy fejezzük be a gyönyörű kerítés. Ugye itt tartottunk legutóbb is, hogy körbe kerítjük a repülőt, és itt egy rohadt nagy ilyen leguánszerű lófasz, amit most ó, kéne... szedd is le. Hát jó lenne leszerítes, hát, hogy én már nagyon rég vadásztam. Hoppá, bekerítettem, ha-ha-ha! A kerítésre nem tudsz átmenni, de ez köcsög. És az nekem... És mit csináltam? Ez nekem régen sokkal jobban mentem. Percy! Van egy ilyen... menjünk a tóhoz. Menjünk a tóhoz. A köcsög, oda néz. You already know. Jaj, nem ezzel kell. Ú, srácok, nagyon elszoktunk ettől. Elszoktunk baromira ettől az egésztől, tehát hogy így ez legit problém. Láttuk, nyilván, láttuk hát hogy írtátok, hogy a teknős az a vízparton van, úgyhogy oda szeretnénk eljutni elsődlegesen, hogy ne kelljen már mindig lejárkálnunk erre a rohadt tóhoz. Akkora szopás, hogy nem még. Amúgy vízpartra kellett volna települnünk, ezt már én is érzékelem. Hello! Csóri, tesó, hát arra jövök ide, bazdmeg, hogy dögdösöd bele a tesó, fejébe. Tessék, tesó, ez a tied. Nyúzzam meg fele? Tudod, mint az ilyen állatok. Hát... Ezzel próbálnak izéni. Wow, csajozni. Bro. Na jó, ez a trófeát még egyelőre... Az. Ilyen Andrew Tate. Top G. Na jó, igyunk azt, menjünk is gyorsan innen a francba. Ott egy jó kap, de. Nem, de hogy is, igyunk egyet. De amúgy ez is fáj, azt hiszem, ugye? Mert hogy nem tiszta igen, vagy igen, mi. Igen, ez nem túl jó az a víz, de hát... És így megrökönyödik valósággal így, mint hogyha nem is tudom, ilyen szöges víz lenne, vagy nem tudom, na jó. Amúgy nem tudom, hogy ez miért nem tiszta őszintén ez a víz, tehát ez egy tó. Arra, ugye abban vagyunk még, nem választ várunk, ez egy költői kérdés lesz, abban nem vagyunk még biztosak igazából, meddig megy ez a játék, tehát hogy tudom, hogy ez egy valószínűleg véget nem érő dolog. Csak hogy mit lehet még fejleszteni. Mert hogy kraftolás szinten igazából sok opciót nem látok én már jelenleg. Ami mondjuk hasznos is lenne, tehát... De majd meglátjuk mi ezt, tehát majd kitapasztaljuk. Tehát... Hát te soha, te itt nem nagyon... Ah, kurva anyád! Jézusom! Tesó, be a házba! Be a házba! A hol szandod? A ház? Ott, hol a de ház? Ezek... Tik! Tesó! Hol a házunk? Itt volt a házunk. Tesó, hol a ház? Ezek a pöcsösök lehet lerombolták, hallod? Hát de hogy a picsába? Az előbb még itt volt a ház. Én nem láttam. Wow, bro. Na jó, hát ez fasza, hogy a faház eltűnt. Akkor igazából mi a tökömnek kerítjük ezt a nagy területet, ugye? Hát azért, hogy ne tudjon bejönni. Hát igen ám. De? Hát ez...
Mert elvileg akkor nem tud bejönni. Tehát maximum akkor falat tudja csesztetni. Hát hogy jön be a barma? Hát igen, csak értem. A falat is szét fogja cseszni, hogyha a faház szét. De nem értem, hogy a faház hova lett. Tehát srácok, miért a videót, tehát amikor elkezdtük a videót felvenni, az... Mit tudom, 5-10 percet nem láttatok az egészből, amit felvettünk eddig. Akkor még a faházból jöttünk ki, nem? Dehogy nem, ott voltak a csontok, meg minden. Szerintem igen, persze, onnan jöttünk ki. De akkor hova lett a csont, hova lett a bot, az sokszor, amit összegyűjtöttünk, hol van? Szerintem az itt van. Nézd csak. Nem, nincs. Itt vannak a törmelékek, mondjuk ez lehet inkább a repül... Ó, a rohadt anyát, na gyere ide, te köcsön. Te só. Így már talán nem tudsz kimenni. Így már szerintem jó lesz. Mondjuk ugyanott állunk, nem jó. Nem jó? Ugye nem lesz jó. Azért nem lesz jó, mert itt többet kell. Tedd le egy picit, megcsinálom is. Az a baj, tesó, hogy ezt... Tessék. Aha. Na most de... ez itt nem tudom, hogy ez miért Azt én sem. Ez hogy a szarba került oda? Nem tudom. Jó, addig kezembe veszem a kis botomat. Persze. Azt védem kis a kis seggedet. Jön egy! Igazi magyar munkás. Megbirkózol vele? Szerintem meg leszek, ha nem jön még egy. De látod, csak kint vagánykodnak. Persze. Látsz valamit amúgy? Igen. Meg... Jön még egy. Igen. Vigyázz arra, ne menj fával a kezedbe. Ő kettő is van, tesó. Jó, én megyek, leteszem ezt a... Jó, visszamegyek a bázis felé. Fénybe. Ott jön a pöcsös. Ott villog, látod? Azt ütöttem most le. De figyelj már, rohadtul itt hagytam egy kis fát, és nem tudom, hogy hol. Aha. De szörnyű érzés ez. Itt a csöcsös. Itt de elfut. Beszari. Na jó. Vágok másik fát. Új animalt találtam, azt mondja, felfedeztem valamit. Oh my god. Mennyire nem tudok én erről az egészről. Nem, dehogy tudsz. Éhes vagyok, véres vagyok és szomjas vagyok. Rám jöttek, tesó! Ez honnan jött be? Hallom. Meg fogok halni. Hát onnan a másik oldalról még be tud menni. Aj. Kurva anyádat, hát nem látod, hogy rakom itt a fát? Hát, menjél már anyádba. Jó. Ja, Istenem, tesó! Meghaltál? Nem, de nagyon, nagyon közel vagyok hozzá, tehát éhes is kezdek lenni, szomjas is vagyok. Mosakodnom is kéne, mert azt mondja, hogy elkerüljem a fertőzést, le kell mostom magamról. Hát igen, kösz. Tehát... Na jó, várjál, rakok fel gyorsan kaját, mert van még. Oké. Okay. Én most már úgy vagyok vele, hogy kár volt ezt körbe keríteni. De nem volt kár egyébként, hát abban a szempontból kár volt, hogy nem tudtuk. De amúgy hát maga ja. A körbekerítés szerintem az jól fog muzsikálni. Igen, csak hogy szerintem nem itt fogunk élni. Tehát én biztos, hogy nem itt élnék, hogyha tehát ennyire szopolja. Tehát nekünk víz kéne, folyamatos vízellátmány. Szóval vagy az van, tényleg, hogy most keresünk teknős, akkor csinálunk ilyen vízgyűjtő tartály valamit. Érted? Értem, amit vagy mondasz, az van... de most ez a gyászos szar, ez most ledöntötte konkrétan az egész kaput. Látom, tesó. Jó, én amondó vagyok, hogy ha engedjük el ezt a körbekerítést. Én amondó vagyok. Szavazzunk hát, róla. Hát de most már... De itt, ez mi? Tesó, persze, hogy engedjük. Nézd meg itt is. Látom. Ezt is látom. Rohadt anyádat. Amúgy szerintem ez itt, ez... Én nem tudom, lehet, hogy van tesó, egy... Tesó, itt a tenger. Igaz? Mi? Hú, ugye? Bazd meg, tesó, azt a kurva eget? Itt van. Nagyon, itt nem lehet lemenni. Gyere, akkor menjünk el. Jó, de viszont várjál már. ja. Amúgy le lehet itt menni szerintem, nézd csak. Bevállalom, tesó. Hát, veszélyes. Hú, bazd meg, igen, meredekebb, mint gondoltam. De mi is miért jobb egy tengeres sós vizet iszunk, vagy mi? Amúgy megpróbálok ebből inni, szerintem ebből nem is tudok amúgy. Aha, ebből nem is enged inni, tesó. Szóval, akkor te... Várjál, amúgy szétadom. Oda kéne költözni. Hova? Látod azt ott, amit én? Azt a fát? A ahol az egy fa van? Ja nem, hanem azt a vidéket. Tesó, itt van egy hajó! Micsoda? Nézd, ott egy vitorlás. Hát nézzük már meg. Én meghaltam. Mi a... Tesó. Gyere ide. De,
Aha! Jó van, jó van. Meghalt? Mi a fasz? Elkezdtek felszedni. Hol vagy? Lenn a víz alatt? Megettek. Mi van? Kimegyek a picsába, hülye vagy? Nem, nem. Tudod mi volt? Na. Meghaltam. Igen. Éj, hülye barma. Beleugrottam a vízbe. Aha. Ezáltal meghaltam. Igen. Na jó, megyek, mert meg kell keresnem a cuccaimat. Jó, gyere. Hát figyelj, azt, hogy fogod megtalálni, azt nem tudom. Én azt is nyilván nem látom. De nagyjából mutatom, hogy... De amit szerintem legvég látod azt, hogy hol haltál meg, nem? Látom a izét, jaj, jaj. Jól van, figyelj, easy. Szintem fejest ugrok, azt hello. Na, nem, itt azért óvatosan kell. Amúgy teknőst én még továbbra sem láttam. Dehogy nem itt van, tesó! Ne szívas. Esküszöm, itt jön, de cuki, hello! Hát... Nyilván na én most kinyírom csóritba. Ej, csóri. És ott van, hello, és ott van a teknős páncél, tesó. Ott van a teknős páncél, amit kerestünk. Meg hús is van benne, csóri bazd meg, jön itt ki a vízből, úgy sajnálom megölni tesó. Jó, rakjunk adom ide inkább tüzet, én oda már vissza nem akarok menni, és meg is mondom, hogy miért nem akarok visszamenni, azért nem akarok visszamenni, mert azt a kurva mik vannak itt. Azért nem akarok visszamenni, mert erdőbe én nem akarok, tehát ennyire mélyen erdőbe többet nem akarok építkezni, semmiképpen tesó, mert össze-vissza elbújnak a fák között, meg a tököm tudja. Absolutely egy ilyen, vagy. Igen, egy ilyen tisztább részre akarok költözni. Na. Arra úgy tesz, hogy itt megöllek, hallod. Olyan, ugye milyen, olyan fájdalmas megölni csórit, ahogy megy ott szerencsétlen. Hát de ne menj már el, hát halott gyors bele. Halált kell halnod. Amúgy meg van nálam húsi, úgyhogy gyorsan csinál, gyors halált kell halnod, oké? Okay? Aj, muszáj kaját, mert éhen fog halni. Van egy csomó húsom, tesó, négy. Na mit mész? Meg, ja, halod, négy. Itt egy csomó teknős páncél, ott látod, csak nem tudom már elrakni, az a probléma, tesó. Nem fér el nálam. Itt a parton, és innen tulajdonképpen... Jó, hát nem mondom azt, hogy ez a végső célunk, de azért itt egy kicsit más. Várjál, tesi! Mi a szar, ezt eldobtad? Mi van? Most ebbe rakott vizet? Ide vannak a nyers húsok eldobva. De nem értem. Ó, ez zaba. Most rakott bele mi vizet? Mi történik? Nem, nem rakott bele. Van nálam egy old pot, amire azt írja, arra való, hogy forraljak benne vizet. De aha, hogy forraljak én ebbe vizet, bazdeket? Hát hogy rakok bele vizet, tesó? Hát nem így a parton kell, ebbe is tudod? Hát azt akarom csinálni, és amúgy meg... Vagy lehet, hogy itt is az édesvizet lehetne csak felforralni? Lehet amúgy, bazdmeg. Akkor mindegy. Mert igazából sósvizet felforralod, sok minden nem történik vele szerintem. Persze. Nem lesz cukros. Na jó. Hülye, itt egy cápa, hallod? Tudom, látom. Na nézzük meg azt a hajót, tesi. Ja. Szervusz. Aha, itt van valami... Most ezt miért fogod? Pia, alkohol. De soha, itt van egy zárókapu. Meg találtam egy fényképet, tesó. És itt tudunk aludni. Ne basz. De. Tesó, itt az új házunk. Hello. Missing. Aha. Gyere csak ide. Várjál, én még... Tesó, tele van gyógyszerrel a hely. Ja nem, pénzzel, látom. Bocsánat. Aha, van szóda, úristen. Meg gázpalackok vagy mi. Meg tele van fényképe, tesó, ez mi? Ez valakinek a valamilyen. Hát, nem akarom tudni. Iszok egy szódát, ha nem baj, ha megbocsátasz. Tudunk aludni? Nem tudom már miket. Ja, itt kajak. Az ágytesó. Hát annyi, hogy itt el kell férnünk. Aha. Egy ilyen C betűre gondoljon az úr. Aludjunk, most én nem akarok aludni. C. Ja. Jogos gondolt vagy. Az úr egy rá gondoltam, igen. Jó van. Persze, jó. Rá, hogy ne gondoltam volna tesó. Na. Jó. Tesó! Na. Hát ja, nem, ez csak kötél. Azt mondom, hogy el lehet indulni vele, bazd meg. De miért nem lehet? Mekkora fair flash lenne? Várjál, nincs ez kikötve, vagy valami? Árbóc, ilyenek? Hát ki van? Jakt magazin, de ezek miért fontosak? Ez legyen a házunk, tesó. Hát, ugye, ide jönnek zombik, nem. Amúgy nem mondasz hülyeséget. Ugye? Na várjál csak, viszont, akkor én most, akkor ha ez lesz a házunk, tesó, akkor én most ide lekraftolok egy vízgyűjtő lófaszt, jó? Mert ezek most már van nálunk teknős páncél. Igen. Nem találom az inver... Ja, itt van fönt, jó? De van.
Úgyhogy survival book, most kíváncsi, hogy ide lehet-e építeni? Ugye az a következő kérdésünk, hogy egyáltalán lehet-e ide építeni? Jobban vagy. Tudod, mi kéne? Egy fucking híd, ami... Tesó, természetesen nem lehet. Tehát, hogy ne is akarjál itt építkezni meg semmi. Valami tábort mindenképpen kell csinálnunk amúgy. Igen, persze, csak nézzük meg akkor a megfelelő spotot. Hol vagy amúgy? Én jövök a parton végig. Menjünk át a szigetre? Én csak megnéznám. Megnéznád? Aha, de várjál, ne, tesó. Ésszel csináljunk mindent. Menjünk tovább arra, amerre te mész. Építsünk egy tutajt, és menjünk... Jogba vagy! Franc fog úszni, tesó, hát olyan fárasztó. És ugye gondolom... És mi van ezekkel a cápákkal? Tesó, halványra a fingon sincs. Hallod, én itt lefejeztem tulajdonképpen egy cápát. Látom, haver, azt a mindenit, tesó. Oda néz, hát ott nem... a feje. Aha, és úgy viszed. Tesó, parancsol. Köszönöm az áldozatot. Ott egy sátor. Látom. Azt a kurva, mi ez a nagy vas? Ja, ez egy horgony. Ez egy horgony. De mekkora? Tesó, itt valaki lakik. Haver, látom. Abba forralja a vizet, látod? És milyen jól teszi, ugye? Tehát milyen jól akkor... teszi, csak hogy... Ezt mindjárt magunknak ide körbekerítjük. De kérdem én, akkor miért nem tudok ebbe a szarba én most itt vizet tenni? Ezt magyarázd már meg nekem. Nyomom itt a szerintem semmi. Nem történik azért semmi. Azért, testvérem, mert nem innen hozza a vizet, nem? Hát de akkor mégis honnan elindul, az túrázik egyet? Hát onnan abból a szarból, tudod, ahol mi volt. Hát de az például kurva messze van most már innen. De lehet, hogy itt is van bent. Na jó, menjünk tovább. Ezt a sirályt leölöm. Így. Hello. Add. Na építsünk egy tutajt. Építsünk egy tutajt. Mondjuk azt a kerítést szétszedhettük volna, igaz? Igen, de hogy hozod el azt a sok anyagot? Tehát, hogy azt... Hát... Jó. Jó, kötél is van már? Még kell 3 darab fa, ha jól látom. Látom, végül az lett az egészben, hogy én vágom a fát, és akkor... Már jövök. De most pont át tudunk menni a szigetre, és ott megrohadni éjszakára. Hibátlan ötlet. Ha most nem. Let's go, persze, jó az. Igaz, hogy vízünk még mindig nincsen, reméljük, hogy túléljük az éjszakát. Oda mi a tököm kell? Még bot? Így, kész, meg vagyunk. Tesó, erre miért nem tudok rámenni? Ja, meg nincs kész? Ja, nincs. Valami most van kész. Oké. Okay. Viszünk egy fát is, testvére. Tesó, takarodj már. Várjál már! Figyelj csak! Fordítva. Várjál már. Be kéne lökni. Várjál, mindjárt. Meg lesz, tesó. Tesó, én nem vagyok rajta. Várj. Most rajta vagy? Igen. És rajta tudsz maradni, ugye? Jó. Nem. Te figyelj már. Aha. Ú, tesó. Várj, tudok hátra is menni, várj, nem úgy van az. Na most a jó, figyelj. Let's go. Jack. Repülök, Jack. Kurva jó. Gróz. Tesó, olyan okos tojás fejed van, hogy megőrök. Ja igen, srácok, hozzáteszem, tesóhoz szokjatok hozzá. Én sajnos egyszer ilyenkor átmegyek ilyen tesózásba. Nem tudom, hogy miért. Valamiért én is. Visszanézve engem is idegesít egy kicsikét, de nem tudok róla leszokni. Sajnálom, egyszerűen a feszültség, az újdonság, az izgatottság valahogy kihozza belőlem. Igen. Aki összeszámolja, az kap egy isti pólót. Pontosan, amilyen nincs is már. Tehát, hogy majd valahonnan intézek. Na. Van neked, tesó, jó az. Nincsen, nekem már nincsen. Azok már kilettek dobva a szemétbe, ne volsz, hogy... Hogy lenne? Nincsenek semmi. Na, megérkezve. Láttuk valami öreg faszinál, valami. Tényleg. Háj, de életem csúcspontja, fénypontja volt. Karrierem. Azaz. Hát ember, itt lószar sincs. Hát nincs. Várjál, figyelj, amúgy már megselepődik, hallod, megselepődik ma azon, hogyha egyszer csak random szétesne így az a tuta is a francba, tehát. Persze. Figyelj, itt nincs lószar se. De hogy annyira nincs semmi, hogy... Tehát, hogyha ide átúsztunk volna, akkor lehet, hogy kicsikét szomorúbb lettem volna. Na jó, mehetünk vissza. Mehetünk. De figyelj, hála Isten, éjszaka van. Egy dologra vagyok kíváncsi, erre lehet tüzet rakni? Hát szétadnám, itt aludnánk, testvére. De hogy ne lehetne, ember? Menj már! Na! Ott is van! Kettő darab bot hiányzik hozzá. Hum van? Itt melletted. Hallottam, nincsen nálam bot. Kitűnő! Mehetünk! De figyelj már, mi az a hold? Hol fogyott? Azt hiszem én is, hogy ott van! Mi a szart?
vagyunk egy kibaszott tutajon. Nézzük a holdfogyatkozásba ezek. De, de hogyha ide is, be, ide átjönnek amúgy ezek a Ticsó. Mi van? Figyelj, ezt csináltam, tudom. Szóval, hogy... Tehát, hogy... De viszont én nem mennék ki a partra. Nem mondom, hogy a partra megyünk. Hétás. Jó, csak mert itt van egy zátony valami, nem? Látom, már kerülöm el. Jó. Pöcsösök, ha nem férnek a víztől, akkor gyertek át. Jó, kéne hoznom izét, nem? De most te hova mész? Hát a tüzet csak meggyújtanám azon a szaron. Hát, de a teknősök meg kimentek. Látom. Hogy engedem el ezt a szart? E betűvel. Jó. Gondolj, ma úgy értem, gondolj rá. Á, így. Jó. Aha. Jó. Rotyog a kaja. Rotyog a kolbász. Élvezz egy kicsit a természetet. Hallod, mennyien köcsög teknős ment van oda? Két botod, véletlenül nincs mi? Nincs. De kajám annál inkább. Jó, és parancsolj. Ugorj be a vízbe, mert tiszta vér vagy. Parancsolj. Azaz. Nehogy itt nekem izé. Ó, köszönöm szépen a kaját, mert pont a legjobbkor. Hát úgy ráéreztél. Ugye? Patent na vagy most rohadtul nem tudok rámenni, igaz? De, hogy is nem. Jó, most figyelj, most meglátjuk, mi történik. Jaj, kivárj! Jaj, várjál már! Ne! Belemente a vízbe? Vagy a tűzbe? Jaj. Te tűzben edd! Megvagyok. Ne, hogy már ilyen közel, gyere! Jó, na? Mi van, faszos? Na? Hülye gyerek! Nézel mi? De teknősökkel suttog. Az Caesar, a teknősök Caesarje. Jó Isten. Várj, elmegyünk arra, kicsit szopatjuk. Menjünk. Dick, nézd már. Ha bele ne várjál már. Jaj. Elkezdte. Beleugrott a vízbe? Nem, ott sétálgat. Hadd a vizenérés lesz a legkifizetődőbb, esküszöm. Ez nincs leszkriptel, vagy ilyen komi van. Ez nincsen. Oda megyünk hát hozzá közel. Ilyen kurva, azt a kurva, megjött a nőstény is. Na mi van? Te so... Ne, nem kell őket cseszteti. Ember? Jó. Na? Ez nem kis köcsögök. De hallod, úgy sietnek mindenhova. Ajaj! Na most van gond, ugye? Ezért mondtam, hogy nem kéne. Na, akkor most ilyenkor mi van? Hát nem kellett volna te sojt szórakozni. Ajaj. Igen? Kelemetlen. Kínos. Nem tudsz kimenni? Figyelj csak! Nem tudom, meg tudom lökni! Nézd csak! Aha! Jó, gyere vissza! Nem tudok visszamenni! Innen oldalról! És jó, hát próbálom, én nem tudok fölmenni. De innen oldalról menni fog. Hát de... Vár, ide állok. Jó, megvagyok, húzzunk innen a bánatba. Menjünk innen. Hát dehogy nem tud ezzel mit kezdeni. Na jó. De mitől van nekik lámpájuk? Tehát ők nem is olyan hülyék akkor, nem? Egyáltalán nem, de én inkább nekünk meg egy fucking izénk van, ha? Inkább elhúzok innen, mert ez nem poén. Menjünk. Aha, jön fel a nap. Tesó, ott van a havas hegy. Ajak. Ember, hát itt vannak a csávók, nézd már. Ott a men, csávók? Ott a csahúri, bassz meg a többi lófasz. És itt sétálnak a kószvilán. Úristen, tesó. Várj, ezek konténerek, nem is házak. A csávok. Tesó, az Amazon üzék. Mik? Kontentek. Wow. Ojjaj. Mi van benne? Látom, hogy vibrál. Circuit board. Anyád, ezek már egy picikét talán olyan fejlettebb sztori, de ott vannak a izék amúgy telibe. Aha, circuit board. Ez tök jó. És ez mi? Itt van egy lista. Hűha. Hát... Jó. Ojjaj, tesó. Edit to note section of book. Hallod? Aha. Várjál csak, notes. Aha, itt egy fotó. De ez valami sex? Én is tudom, mi ez a kép. Sex. Aha. Hát, nem tudom, én mi a tököm az a... Ezek mind circuit boardok, mi? Mhm. Ja. Szóval, hogy ezek a hajón, tudod, amin voltunk, ott voltak ilyen fotók a hajón, és volt egy olyan kép köztük, olyan, mintha ilyen szexelnének rajta ketten, de nem vagyok benne biztos, hogy az, hanem ilyen, így tudom én.
Lehet, hogy valami négy lábú lény. Lehet, hogy valami négy lábú lény, vagy én nem is tudom. Testvérem, tudod mi az én bajom? Na. Hogy rohadtul nappal van és azok elő vannak. Milyen helyre jöttük, ahol ezek elő vannak nappal? Hát igen. Mik azok a bungalók ott a túloldalon? Nem tudom, de nekem van egy olyan félelmem, hogy szerintem ott baromi hideg lehet. Vagy lehet, hogy csak a hegyen ott fönt. Tehát havas az igen, a hegy, igen, vagy csak én fizz feselem. Ott vannak a bungalók, testvérem. Menjünk rá. Fordulj el. Na megyek én rájuk. Hát check it out. A csávók! A csávók! Na sziasztok! Itt vagyunk egy lezuhant repülőgép mellett, és akkor megkérdezik. Zsauri, te vagy leghülyébb? Jaj, te sok. Aggaszt a dolog, hogy lehet, hogy ezek itt élnek, de... Nem látok! Dehogy nem látok, van azt a mindenit, és amit bűvel, megszállt az ördög. Szóval, hogy látod, ott vannak ilyen totemek. Szóval, ez már egy kicsit problémás nekem, de mindegy, megállunk itt, aztán lesz, ami lesz. Ójajajaj. Hallod itt a csomom... te mennyi fej. Igen, erről beszéltem, hogy szerintem ide nekünk nem nagyon kéne, de milyen komoly ez a ház. Fel vannak készülve a dagályra, minden, nézd meg. Na mit lehet innen ellopni? Semmi, tök üres. Wow, bro. Tök üresek. De hogy mennyi, hallod? Látom én. De vannak meg ilyen vannak csapdák. Egy kis ketrecek. Igen. Bármire is. Nem tudom, hogy mire van. És az a legdűjtőbb, hogy tényleg mindjárt szomja halok. Tehát valamit találnunk kéne. Abszolútli, és az a helyzet, hogy inni is kéne. Ezt vagy mondom, enni is kéne. Enni is kéne. Az evéssel én most még úgy jól vagyok, de az evés az még a kisebb. Én nem tudok futni, hallod? De így random eldőlnek ilyen tárgyak. Tudom, el vagy fáradva. A világos kék csíkot figyeld. Csíket. Egy pici. Hát, ez jó szar itt. Na, érted, szó, tehát ez a szar. Na, tehát ez a, jó, tehát ez a szar. Tehát ez a szar, most a tutajt azt jól leszarjuk amúgy. Menjünk csak itt fel. Hopp, itt egy izé. Vaddisznó, tesi. Dik! Abban van víz. Hát valami csak van. Hajnál vizet! Szerintem semmi nem lesz benne. Mindegy, keresünk egy tavat, és oda le kell táboroznunk. Mindenképpen, nincs mese. Ez Animal Discover, ez a baszki. Ez a nem tudom, vándor cigány élet, ez nekem annyira nem tetszik. Megmondom őszintén. Hallod, te soha, nekem nagyon annyi. Hát nekem is már nagyon közel van a szomj halál, és adom, hogy arra már hó van ember, nem? Hát azt lehet inni, nem? De sőt, itt egy tó! Úristen! Hol? Úristen! Hallod, teljesen, mindjárt meghalok. De ebbe se tudok beleinni. Ne csinálgass. Miért nem tudok beleinni? Miért nem tudok? Ez miért különbözik, mint a másik? Mitől másabb? Find some water, megtaláltam. Innen. Ja, megvan, látom, de olyan béna. Így át, te bajod. Jó van, fáj, nem érdekel. Jó, én persze, is, most már iszok. Bajod van. Le vagy szarva. Alatt mindjárt meghalok. De miért csak a... Nem értem, miért ilyen minimum íz... És itt van a... Meg tudom tölteni vízzel. Jézus Isten, végre! Ember! Na! De várjál, és most elrakom, ha ezt most elrakom, akkor meg tele lesz vízzel? Hoztad a kis lavorvizet. Aha! Akkor benne marad a víz. Jó, zsír. Oké. Okay. Zsír, jó. Oké. Akkor most mi legyen? Jó, vissza ide, kéne menni? Nem, ide le fogunk táborozni, mert szerintem az a baj, ez is ilyen izés, bazd meg, ilyen... De ide yes. Mindenképpen, nem, ide, azt mondom, hogy ide táborozzunk le, viccen kívül. Csináljunk egy vízre épülő házat. Mit szólsz? Jó, de akkor ott lent, hát azért vagy akár messze vagyunk. Vagy akár csinálhatunk olyat is, hogy nem a tengerre, hanem ide. Én ide raknék egy és házat. És mi van, hogyha feltesszük oda a sziklára? Vagy ott már nagyon hideg van? Vagy fára! Mert fára is lehet építkezni. Várjál csak, mutatom én, mire gondolok. Valami egyszerűre gondolok, várjál, figyelj csak. Mutasd. Tehát... Addig felvágom ezt a disznót itt. Oké, tégy úgy. Treehouse. Van ilyen faház. Van ilyen alpinista treehouse, az is jó lesz nekünk, ahhoz még kevesebb cucc kell. Na nézd csak! És lesz egy ilyen kötél, aha! És akkor, ember, ez kurva jó lesz. Tesó, nagyon nagyot megy. Én nem látok semmi, de mondjad, mi kell. Várja, R betű, és akkor a víz felé tudunk lejönni a kötélen. Így. Adom. Úgy, ott van. Látod? És akkor ez látom. Lesz a ház. Na, akkor szedjünk fát.
29 fa, egy kötél, azt a kötelet azt így bele is rotyogtatom. Jaj, de jó, hogy az neked van, ember. Nem nagyon van, azt hittem, hogy van. Jó, köszönöm. Ó, bazzag, nem áll. És tudod mi a baromság, hogy amíg nincsen kötelünk, addig nem is tudjuk azt megcsinálni. Persze. De nekem van kötelem. A tutajt szétszedhetjük. Van kötelem? Van kötelem, úgyhogy az bele is került, és kell 18 bot is. Amúgy a tutajt én nem szedném szét. Az jó lesz jó, még. Jó, csak... Okay. Azt felfedezni nagyon jó lesz. Vigyázz, dől. Jó. És ezt gyorsan meg is tudjuk csinálni, mert nem, lehet, hogy nem kell hozzá sok fa, hál' Istennek. Egyébként azt javaslom, hogy menjünk távolabb szedni fát, mert az lesz, hogy le fogjuk rombolni. Tudod? Már mit? A pecót le fogjuk rombolni. Azzal, hogyha eldől a fa és odadől. Azt mondod, hogy ez így meg tud történni? Hát ez történt a fucking kerítésünkkel is. Tényleg? Én igen. Azt nem tudtam. Ja, az... Rádőlt. Az rádőlt. Komoly tesó, ezt nem is... Na jó, oké. Igen, srácok, már az abban én ezzel úgy vagyok, hogy vannak dolgok, amik a játékban tök logikusak. Tehát úgy működnek, mint a való életben, de van, ami meg nem. Tehát az, hogy nem tudsz bárhonnan inni a tóból, a számomra egy igen. Ilyen kriminális dolog amúgy, hogy én nem is értem, hogy miért van kell... Van egy CP, és akkor mindig oda kell menni. Igen, és így meg kell keresed azt a pixel pontosan, bazd meg azt a izét, ahonnan ő tud inni, ahonnan ő szívesen elfogyasztja a vizet, azt igen. Kész, érted? És ez olyan fura, olyan... nem tudom. Yes. Na jól van, kész van? Igen, uram. Jön egy Bambi, azt öljük a már meg. A kurva anyádat. Ja, azt le kéne vadászni. Hallod, nekem futott. Láttam. Hát de minek futsz nekem, te hülye? Nagyon jó. Amúgy még nincs kész. Csóri, nézek, hogy áll. Még kell 5 darab, figyelj, látom. Csak ez ne... Még kell 5 darab bot. Botot azt csak úgy kapunk, nem? Nem, hanem vannak ezek a nagyon mini fák. Ilyen kis csenevényes, ilyen botfák, tudod? Azokat szétütött, két ütés és már adja is a botot. Kajak vagy. Ilyen vékony kis izék. Alapból ez mindenhez kell, tehát ez ebből sose lehet elég. De érdekes, mert nálam egy csomó volt, csak úgy. Eddig. Hát az elment a... Mit tudom én, elment a víztisztítóba, amit a tutajon hagytunk, meg ilyenek. Egy darab kell még, vérem. Ready boy! Hú, de jól néz ki! Na, nézzük mutasd. Csak! Jó, tehát mutasd! Aha. Hát ez is olyan fárasztó feljönni. Azaz. Oh, wow, bro! Hát elég is... Kis kezdetleges, kis csicska. Aha. Mondhatnám azt is, hogy csicska. Na, akkor egy tűzhelyet ide azon nyomban pattintunk, valami komolyabb. Igazából teljesen jó. Fire pit. Egy ilyet ide rakunk. Célnak megfelel. Figyelj csak, aha, kész is van, ennyi. Nagyon jó. Akkor süssünk húst rajta. Meg, hello. Meg felforralom a vizet. Ott is adlak. Van, nézd csak. Hú! Én meg sütök húst. Jó. Benne, de várj, most ez... De várj, most ez leves lesz, vagy... Baszik. Van abba egyáltalán víz, valami van. Tök mindegy. Jó szaptya lesz. De figyelj, menj már, milyen kilátásunk van, nézd már meg, kijössz, ott a kis tó, végtelen vízforrás. Tiszta Ausztria ez tiszta Osztrákia. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó itt szerintem. Ez itt jó lesz. Na, megehetem a húsit? Persze, hát... Várjál, most én elvettem a vizet is, és meg is ittam egybe, akkor hozok még neked is vizet, jó? De várjál, megetted a húst de is? Megettem a húst is, de úgy látszik, hallod, a izét is megettem, a de lábost. De mindkettő húst megetted. De a lábost is megettem, ember. Megetted a lábost? Figyelj, a húst amúgy, mindkét húst én nem akartam megenni, most hova lett a lábos? Srácok, mi történik itt? Várj, ezt lehet én tettem. Azt én tettem, mert én húst akartam, hallod? Ja, jó. Ja, várj, ez nem az. Az apa. Nem az. Ezt hogy kell dobni? Nem tudom. Nálam van egy fucking koponya. Viszont nálam is van egy hús amúgy, ezt is bedobom a... De se, abban nincs semmi. Wow! De őt a kis madárka. Hello? Abban nincs semmi. Azt rá tudod rakni a... Akkor figyelj, menj le vele a kezedben és hozzál fel vizet. Hát várjál, mert nekem van, amit kell lennem. Mert akkor te is tudsz inni. És most mit mutatok, tesó? Ja? Hát húzzál már innen! Mik történnek? Imádom, tesó! Na! De figyelj, kurva jók vagyunk, ember, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jók vagyunk. Ez nagyon fullos lett, szerintem. Igen. Elkészült a második bázisunk, ez most egy picit jobbnak tűnik, reméljük, hogy ez tartósabb lesz, mint az előző volt. Szerintem ez egy nagy fejlődés. Én azt gondolom, hogy a jövőben, hát igen,
A bányát azt jól ott hagytuk egyébként, megmondom őszintén. Biztos lesz itt is. De biztos lesz itt is, meg hát el kéne kezdenünk majd a melegebb ruhákat szerintem előkészíteni, mert itt már ilyen hegy van, szóval mindenképpen egy túrázás majd be fog jönni. Köszönjük, hogy voltatok, srácok. Madárka, persze. Igen. Úgyhogy itt el leszünk, tesó, figyelj, hús az itt, lesz, vízünk, lesz. Ez sokkal jobb lesz, mint a ez másik. Ez itt komoly, innen fejest is tudsz ugrani, mennyire nem ugranál. Eszembe nem jutna, viszont jön az este, úgyhogy elmegyünk aludni. Köszönjük a figyelmet, srácok, reméljük, hogy élveztétek. Pecsikem, köszönjük, hogy itt voltál. Ja igen, sziasztok, hello! Hello, hello! Jöhet az out? Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á